Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban megnézzük, hogy mi várható a kapcsolatok a szerelem területén az elkövetkezendő időben. Három kártyacsomagot húztam ki, amiben rövid üzeneteket kapunk erről az igen fontos életterületről. Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon köszönöm szépen a feliratkozásokat, az, hogy követitek a munkámat, a sok visszajelzést. Ha megírjátok, hogy milyen módon tudott esetleg egy-egy kártyakirakás változtatni a ti saját élethelyzeteteken. Ha még nem tetted meg, azt kérném, hogy a feliratkozás gombbal iratkoz fel a csatornára, és ezzel is jelzed nekem, hogyha hasznos számodra, amit csinálok. Ha értesítést szeretnél kapni, azt pedig a videó alatti csengő gombbal teheted meg, és akkor nem maradsz le a következő videókról sem. Ha egyéni iránymutatást szeretnétek, az sokkal részletesebb, hiszen ezek általános jellegű iránymutatások. Azt megteheted itt a Lenti e-mail címen, a videó alatt, vagy pedig a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon, Messengeren keresztül jelentkezhetsz. Ott a Facebook oldalon meg lehet nézni a leírásokat a, az elemzésekről, a szolgáltatások menüben, illetve az árak is ott vannak. Még október 23-ig lehet kérni a részletes párkapcsolati elemzést 1000 forint kedvezménnyel, hogyha még azt szeretnétek. Ezek általános iránymutatások. Mindig igyekszem nagyon-nagyon sokféle jelentését is átadni a kártyának. Ez azért van, mert mert ugye különböző élethelyzetek vannak, és hogy mindenki meg tudja találni benne a sajátját, nagyon jól tudnak működni így általános értelemben is ezek az iránymutatások. Soha nem véletlenül választunk ki egy-egy kártyát, ez teljesen bizonyos. Ha azt érzed, hogy többet szeretnél, valamilyen információt, vagy nem igazán rád vonatkozik, vagy csak egy része, akkor érdemes meghallgatni a többit is. Sokszor így ad egy kerek egészet, üzenetet a számunkra a kártya. Hát ennyi volt, amit így előtte el szerettem volna mondani. Nézzétek meg ezt a három kártyacsomagot, és azután pedig választhatok egyet. Akár azt is lehet, hogy különböző kapcsolatokra, Különböző kártyát választasz ki. És ha sikerült választani, akkor megnézzük az elsőt. Ezek a kártyák azt jelenthetik, hogy valamiféle akadályoztató tényező lehet most ebben a kapcsolatban. Várhatók olyan helyzetek, szituációk, amikor nem igazán tudunk tenni, ez lehet a külső körülmények miatt, de lehet, hogy lelkileg érezzük magunkat fáradtnak, testileg érezzük azt, hogy ki kell magunkat pihenni vagy olyan problémák, érzelmek tarthatnak vissza, amit átmenetileg nem is látjuk a megoldását. Azt a helyzetet is jelentheti, ha olyan probléma áll fenn a kapcsolatban, vagy olyan probléma jön elénk a közeljövőben, amikor dupla erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy azt megoldjuk. Nem mennek egyszerűen a dolgok, nem segítenek a külső körülmények a számunkra, és ilyenkor azért mindig nehéz teljesíteni. Mindig megvan az esély rá a betegség lapjánál, hogy ki tudunk jönni ebből a helyzetből, de kell hozzá mindenképp idő. Amikor betegek vagyunk, akkor csak saját magunkra figyelünk többnyire, és arra, hogy meggyógyuljunk, de meg kell hozzá találni az eszközöket. Hát ez egy olyan nehezített helyzet is lehet a kapcsolaton belül, amikor nem egyértelmű számunkra, hogy mi lesz a megoldás, és ezért is kell tennünk, hogy megtaláljuk azt a gyógymódot, ami ezt a problémát, ezt orvosolni tudja. Érezheted azt, hogy annyi minden feladatod van ebben az adott kapcsolatban, hogy pihenned kell, kimerültséget, egykedvűséget is jelezhet ez a kártya, és azt, hogy átmenetileg semmi másra nincs szükséged, csak arra, hogy egyedül tölts időt. Hajlamos lehet a depresszióra is ebben az elkövetkezendő időszakban, és itt azért arra kell ügyelni, hogy a megoldást keresni mindig az olyan helyzetben, amikor kilátástalannak érzed valamiért azt a szituációt nem belenyugodni a helyzetbe, és még azt is jelezheti így ez a két kártya együtt a házasságlapjával, hogy közös erővel azért meg tudjátok találni a megoldásokat, még hogyha átmenetileg akadályoztatva is érzitek magatokat. A házasságlapja egyébként mindig azt is tanácsolja, hogy nézd meg, hogy az az adott kapcsolat, hogy az mit tükröz vissza számodra. Mert mindig megjelenik előttünk az, amit a másik csinál, hogy figyelmeztessen valami olyanra, ami bennünk jelen van. Bennünk jelenlévő érzelem, olyan hozzáállás, ami, ami nem jó nekünk. Tehát mit akar tanítani ez a helyzet, azt egyébként mindig érdemes megnézni. Mennyire vagy egyensúlyba önmagaddal a férfi és a női oldalad? mert nagyon sokszor eltolódik ez és ebből is adódhat ez a fajta állapot, amit a betegség kártyája mutat. Nézd meg, hogy mennyire van egyensúly ebben a kapcsolatban. Sokszor sokat vállalunk és azért kerülünk ebbe a negatív állapotba, sokat teszünk meg azért, hogy minden jól működjön, hogy minden jól alakuljon. De ez a kártya mindenképp figyelmeztetés, hogy most egy kicsit foglalkozz magaddal. Figyelj befelé, és hogyha problémák vannak, akkor azt úgy próbáld meg megközelíteni, hogy megtalálni a lehető legjobb megoldást, és lehetőleg ezt ketten tegyétek, mert közös erővel tudjátok majd ezt megoldani. Mennyire van szükséged arra, hogy valakihez tartoz, és mennyire szükséges az neked, hogy, hogy egyedül eltölts időt, mert így ez a két kártya erre is figyelmeztet, hogy hozd egyensúlyba a kettőt. Ha mindig csak együtt vagytok, ha soha nincs olyan időd, ami magadra szánhatsz, és a párodnak sincs erre ideje, akkor elkövetkezhet ez a fajta állapot, amikor már szükséges, hogy magadba legyél. Ami lehet konkrét betegség is, amikor muszáj leállnod, muszáj pihenned, és nem a kettőtökért, nem a másikért tenni, hanem magaddal foglalkozni, de nem érdemes ezt megvárni. A harmadik kártya, az örvendezés lapja, az azt jelzi, hogy ezt nagy valószínűséggel, ezt az akadályoztató helyzetet, ezt a problémát, ez sikerül megoldani, hiszen örömteli végeredményt jelez ez a lap az, amikor igazából ki tudsz kapcsolódni. És persze ez azt is jelentheti, hogy nem kell mindig azon fáradozni, hogy minden a lehető legjobb legyen. Ez ugye a maximalizmus hozzáállását is jelezheti, hogy minden tökéletesen akarok megtenni, és hogy minden tökéletesen működjön a kapcsolatunkba, mert az ugye a kimerüléshez, kifáradáshoz, kiégéshez vezethet. Legyen meg az öröm, legyen meg a, a kikapcsolódás, legyen meg az ünneplés, amikor csak egymásra figyeltek. És ez azt mutatja ez a kártya, hogy azért itt minden esély megvan rá, hogy örömtelien végződjenek azok a mindennapi élet, nyújtotta problémák, akadályok, meg tudjátok oldani együtt nézd rá arra is, így ez a három lap kapcsán, hogy Mennyire tudsz örülni a mindennapokban? Tehát a kapcsolatotokban mennyire van jelen az öröm és a hála? Ez az állapot adódhat abból is, hogyha mindig csak a feladatok vannak, hogyha soha nincs meg az én idő, vagy az az idő, amit csak egymásra fordítotok, arra, hogy Együtt tudjatok örülni az a, annak a jónak, ami már jelen van az életetekben, akkor az is egy idő után egy ilyen állapothoz tud jutni, mint amit a betegségkártyája mutat, amikor úgy megrekednek a dolgok, amikor nem érzed, hogy előre haladnátok, és ez a kapcsolatot is hátráltathatja. A kapcsolat is csak akkor tud igazából jól működni, hogyha azt úgy gondozzuk, mint egy növényt. Ha egy növény nem kap vizet, nem kap fényt, akkor egy idő után tönkre fog menni, el fog pusztulni. Hát ugyanígy várható a kapcsolatoknál is, hogy azokért is tenni kell, és nem csak a mindennapi élet problémáit megoldani, hanem odafigyelni a másik emberre, és odafigyelni saját magadra is. Örvendezés kártyája ez azt is tanácsolja, hogy legyen meg az öröm és a kikapcsolódás. Ha nincs még párod, akkor valami olyan belső blokk azért akadályozhatja ezt, ami miatt nem, nem is teszel lépéseket, hogy megtaláld ezt a partnert. De valami akadályozza ezt az elköteleződést. Ha jelen van már egy kezdődő kapcsolat az életedben, akkor ott vannak az akadályok, ami a komolyabb szintre való emelését gátolják a kapcsolatnak. Lehet benne olyan is, hogy nem mered, Magad elkötelezni. Például a házasságot nem mered felvállalni, vagy nem mersz felvállalni egy összeköltözést. És ilyenkor az a feladat, hogy megnézni, hogy mi az az akadály benned, ami meggátol ebben. Saját magaddal kell tisztába jönni ez ügyben. Eleve blokkolhatod azt is, hogy belépjen egy kapcsolat az életedbe, ami ott van benned akár tudatalatti hitrendszerként, vagy félelemként magaddal hoztad az előző kapcsolatból, tehát ezt érdemes mindig megnézni, és itt jó eséllyel tudod tisztázni magadban, hiszen az örvendezés kártyája az mindig a pozitív eredményeket tudja jelezni. Aztán azt is, hogy állj hozzá könnyedebben, az élethez. Lásd meg az élet napos oldalát is, lásd meg az örömöket is. Aztán, hogyha egyáltalán nincs öröm most a jelenlegi életedben, ha egyedül érzed magad, akkor csinálj olyan programokat, ahol felszabadult lehetsz, ahol igazán megélheted az örömérzését. Mert ez is sokat adhat ahhoz, hogy előre tudj lépni, hogy meg tud találni a neked megfelelő partnert. Lényeges az, hogy valóban megéld ezeket az érzéseket, mert ha csak azt mutatod, hogy minden rendben van, akkor azzal csak elnyomod a problémákat, és azzal csak mélyebbre tudsz kerülni ebben a megreket állapotban. Mindenképp érdemes a mélyére menni, a gyökereit is megvizsgálni annak az akadályozó tényezőnek, ami felmerül mert ha csak úgy csinálunk, mintha rendben lenne, az csak egy ideig fog működni. És hogyha tényleg ezt megnézed, tényleg feltárod magadban, akkor ez megoldódhat még hozzá örömteli módon. Ez volt az első kártyacsomag. Nagyon szép időszakot kívánok nektek. Akkor nézzük a második kártyacsomagot. Itt most úgy alakulhatnak az események, hogy nem igazán a reményeid szerint, nem igazán az elképzeléseid szerint. Itt előfordulhat az, hogy ha külön töltötök most időt a párodtól, hogy ez kitolódhat, a találkozás kitolódhat. Ha utazást terveztetek, hogy te utazol hozzá, vagy ő jön hozzád, akkor most érkezhet olyan hír, vagy történhet olyan esemény, ami ezt időben kitolja, és hát ez szomorú érzéseket tud hozni. A reménykártyája mindig a várakozásról szól. Olyan türelmes, várakozás állapotáról, amikor tudjuk, hogy valami pozitív fog majd megtörténni velünk a jövőben, de ki kell várnunk. Külső körülmények is lehetnek olyanok, amikor ilyen várakozás indokolt a számunkra. A türelem kifejeződése mindenképp. Tehát ebben az elkövetkezendő időszakban a legjobb, a lehető legjobb, amit tehetsz, az, hogy nem teszel semmit, hanem kivárod az eredményeket. Ha sietetnél bármit is, azzal lehet, hogy csak hátráltatnád a dolgokat. Ha együtt vagytok jelenleg ebben a párkapcsolatban, akkor most nem igazán úgy történnek az események, ahogy az, az a te vágyaid szerinti. Mindenképp kitartás kell ahhoz, hogy ezt a helyzetet. Át tud hidalni, és nagyon nagy feladata ennek a kártyának, hogy megnézd, hogy mennyire kitartó vagy, hogy van-e benned kitartás, mert a szomorúság kártyája arra utalhat, hogy nem jó neked ez az állapot. És amikor kitartóan várunk valamire, azt addig érdemes tenni, amíg nincsenek bennünk a negatív érzések, amíg tényleg azt érezzük, hogy meg tudjuk tenni, mert a lehető eredmény az olyan örömteli lehet számunkra, hogy azért érdemes várni. És itt a szomorúság kártyája viszont azt mutatja, hogy nagyon negatív érzelmeid lehetnek ezzel kapcsolatban. És itt az is teljesen bizonyos, hogy érdemes lenne erről beszélni a pároddal, hogy ez a fajta várakozás, az, hogy, hogy tulajdonképp nem történik semmi, az neked rossz érzéseket okoz, az, az miatt te szomorú vagy, és itt van a kommunikáció lapja, és lehet, hogy itt az is közre játszik, hogy nem igazán tudjátok megbeszélni ezeket a problémás érzéseket. Eltérhetnek a te reményeid és az ő elképzelései és ez a kommunikáción is nagyon sok múlhat, hogyha meg tudod beszélni, hiszen a szomorúság lapja a befelé fordulást is mutatja, nem igazán azt, hogy kifejezed az érzéseidet, hanem azt, hogy inkább magadba zárod. Érdemes ezen most változtatni, és kifejezni az érzéseidet a másik felé. Nem csak azt várni, hogy majd pozitív eredményei lesznek ennek az aktuális helyzetnek, vagy pozitívan fog majd magától változni, hanem elmondani a számára, világossá tenni egymás számára, hogy hogyan tudnátok ezen a, a helyzeten változtatni, ami neked szomorúságot okoz. A kommunikáció mindenképp egy, egy kapu a külvilág felé és itt az a harmadik kártya az egy egészen befelé forduló testtartásban ül ez a lány ezen a képen, és még ráadásul a ruhája is olyan, hogy teljesen eltakarja őt, tehát teljesen az ellenkezője. Itt azt kell tenni, hogy kilépni ebből a bezárkozott állapotból, megnyílni a másik felé, változásokat Kezdeményezni, hiszen azért az üzenet kártyája mindig egy ilyen dinamikusabb állapotot mutat. Hamorusság, lapja egyébként ott azt is érdemes megnézni, hogy mik neked az igazi vágyaid, és miért vagy benne ebben az adott kapcsolatban, és mik azok a dolgok, amik benne tartanak lehet, hogy akkor is, amikor nem érzed jól magad. Ezek a kártyák arra is utalhatnak, hogy szükséged van arra, hogy időt tölts egyedül amikor csak magaddal foglalkozol. Hasonlóan, mint az első kártyacsomagnál a betegség lapja, itt a szomorúság is utalhat olyan helyzetre, amikor szükséged van arra, hogy egyedül legyél. És ezt is érdemes megbeszélni a társaddal, vagy ha ő van ilyen helyzetben. Ha ő nála érzed azt, hogy nem igazán tud veled beszélni, nem igazán tudja kifejezni az érzéseit, akkor lehet, hogy érdemes neked kezdeményezni, hogy fel tudjátok oldani ezt a helyzetet. Ha még nincs párod, akkor ez azt mutathatja, hogy ugyan nagyon vágysz rá, de még nem jött el számodra az a partner, és, és ez okozhat szomorúságot. Itt azt érdemes megnézni megint csak, hogy ugyanúgy, mint a párkapcsolatban élőknek, hogy egy kicsit a mélyére menni az, azoknak a mozgató rugóknak, azoknak a motivációknak, hogy mi az, amit igazából szeretnél. Hogy vannak-e itt olyan gátak benned, amik aztán akadályozhatják, hogy belépjen a, az a partner az életedbe, aki... Az ideális lenne a számodra. Mindig önmagunkban kell megtalálni azt, hogy minek mi az oka. És itt az is nagyon fontos, hogy tisztába gyere a saját vágyaiddal, hogy ténylegesen mit szeretnél, hogy mik azok az értékek, amik meglegyenek egy kapcsolatban, és hogy te mit tudsz hozzátenni egy kapcsolathoz. Amikor már mindent tisztán látsz, akkor érdemes csak tenni is valamit, akkor érdemes konkrét lépéseket is tenni annak érdekében, hogy hogy azt az ember tud megtalálni, aki tényleg az igazi társad lehet. A reménylapja az mindig a kivárásról is szól, hogy ne veszítsd el a, a lelkesedésedet, ne veszítsd el a türelmedet, ne legyél szomorú azért, mert nem azonnal történnek a, a dolgok. Várd ki, amíg belép. Az életedbe az igazi kapcsolat, és ne legyél ezért elkeseredett és szomorú, hanem foglalkozz saját magaddal. Foglalkozz azzal, hogy jól érezd magad, attól függetlenül is, hogy van-e párod vagy nincs. Mindig csak két egész ember tud egy igazi harmonikus kapcsolatot létrehozni, ha ne a másik feledet keresd. Legyél, kerek egész már akkor, amikor még nincs az életedben a párod, és úgy tudsz majd igazából kiteljesedett párkapcsolatot találni. Ez volt a második kártyacsomag, nektek is minden jót kívánok, hogy a lehető legjobban alakuljanak a dolgok. Akkor nézzük a harmadikat. itt az otthonunkkal kapcsolatos döntések jöhetnek, döntés helyzetek jöhetnek, amik egész váratlan módon olyan eredményeket hozhatnak, ami nagyon örönteli, amire nem is számítunk. A ház az mindig jelenti a stabilitásunkat, a stabil kapcsolatot is jelezheti, a bíró az pedig az ezzel kapcsolatos változásokat van, akinél ez a három lap azt jelentheti, hogy amikor olyan döntést hozunk, hogy véget vetünk egy kapcsolatnak, mert a bíró az a válást is jelentheti, de mellette a váratlan öröm azt az jelzi, hogy kedvezően alakulhatnak, ebben az ügyben is a dolgok, olyan módon is alakulhatnak, amikor, amire nem számítunk. Örömteli események, jöhetnek ezzel az ügyjel kapcsolatban. Ez bizonyos esetekben házeladást, illetve házvételét is jelentheti, minden olyan dolgot, ami az otthonunkkal kapcsolatos hivatalos ügy, az, ahol jól érezzük magunkat, az számít az otthonunknak, az, ahol biztonságban érezhetjük magunkat, és hát az ezzel kapcsolatos döntések is megszülethetnek. Itt dönthetünk úgy, ha kapcsolatra nézzük, hogy összeköltözünk, hogy ezután közös lesz a, az otthonunk, és ez igen örömtelien alakulhat ez a dolog is. Hivatalos ügyek is alakulhatnak nagyon örömtelien számunkra, hirtelen változások is jöhetnek egy-egy ilyen hivatalos ügyben, vagy a döntés születhet meg úgy, olyan módon külső emberektől, hivatalos szervektől, aminek örülni tudunk. Aztán a bíró az a saját döntéseinkre is utalhat, hogy szükség lesz valamilyen döntést meghoznunk a kapcsolattal összefüggésben. És ennek nagyon fontos tanácsa, hogy, hogy figyelj oda arra, hogy a legigazságosabb döntést tud meghozni. Hogy minden pici apró részletet ennél a, az ügynél fontolj meg minden kerüljön a mérlegre, hogy, hogy, ténylegesen aztán azt a döntést tud meghozni, ami, ami örömteli lesz a számodra. A bíró az egy semleges személyt jelöl, Próbálj meg te is ilyen módon, objektíven hozzáállni, racionálisan végig gondolni, mert ha az érzelmek elvisznek, akkor már lehet, hogy nem az a döntés születik meg benned, ami, ami a lehető legjobbat tudja hozni. Aztán ez arra is utalhat, hogy ne csak a látszatot nézd, hanem a lehető legmélyebb okokat is lásd az adott helyzetben, az adott szituációban és olyan döntést hoz meg, ami a te biztonságodat is szolgálja. Érdemes mindent kimondani, amit gondolsz. Nem kell semmit elrejteni, semmit magadban tartani. Az igazságra törekedni mindenféleképpen. Akár, hogyha problémák is merülnek föl a kapcsolatban, akkor a lehető legigazságosabb módon törekedni a megoldás felé, és semmit nem elrejteni. És ez azt is jelenti, hogy magaddal is legyél nagyon őszinte, magaddal is legyél nagyon igazságos, és ez fogja elhozni a lehető legjobb megoldást. És azért itt a váratlan örömnél itt azt is figyelembe kell venni, hogy hogy nyitottnak is kell lenni az újra, mert hogyha nem vagy valamiféle megoldásra nyitott, hanem úgy képzeled, hogy csak egyféleképpen lehet valamit megtenni vagy megoldani, akkor azzal nagyon lekorlátozod a lehetőségeket. Tehát ez valami olyan fajta új megoldást is jelenthet itt a kapcsolaton belül a fennálló helyzetre, ami, amit ilyen váratlanul jössz rá és ez csak akkor lehet tényleg, hogyha nem egyfajta megoldáshoz ragaszkodsz. Még arra is érdemes ránézni ezeknek a lapoknak a kapcsán, hogy a te biztonságérzetedet mennyire befolyásolja ez a kapcsolat, amire kérdeztél. Mi az, amiben bizonytalan vagy? Milyen döntéseket lenne érdemes meghoznod annak érdekében, hogy biztonságban tud érezni magad? hogy örömteli legyen a mindennapi élet, hiszen amikor nem érzed magad biztonságban valamilyen szempontból, ez lehet anyagi biztonság, érzelmi biztonság, akkor, akkor nem is tudod élvezni azt, ami, ami megvan már az életedben. Tehát erre is érdemes ránézni, hogy ez a kapcsolat, ez ad -e neked ilyen biztonságot? És mindig saját magunkban kell megtalálni egyébként a biztonságot, és ehhez kell az, a, az az igazságos mérlegelés, amikor nem csapod be saját magadat sem, meg a másikat sem, és csak a tényekre vonatkoztatva megnézed, hogy valójában mik a, az igazi érzéseid ezzel kapcsolatban ha nincsen még párod, ez a három kártya azt mutatja, hogy itt azért a döntéseiden is múlik. Egyik oldalon ott van a ház, a biztonság, a megszokott életem, az otthonom, az, ahol a szilárd keretek között élek, ami azt jelenti, hogy kiszámítható, ismert, biztonságos. És a másik oldalon pedig a váratlan öröm, és közte pedig a döntések lapja. Itt ez azt jelenti, hogy azért itt is nagyon őszintének kell lenned magaddal, hogy valóban mennyire szeretnéd azt az új helyzetet. Valóban tudnál le úgy változtatni a mostani életkörülményeidem, úgy mond beáldozni valamit azért, hogy, hogy egy kapcsolat belépjen az életedbe. Mert a házlapja azért arra utal, hogy van egy olyan kialakult életed, ami alapvetően jó a számodra. És abban pedig biztos, hogy változtatna az, hogyha ha egy másik ember belépne oda. Nagyon sokszor az is benne van, hogy hogyan tudjuk összehozni a jelenlegi életünket, a munkánkat, az elfoglaltságainkat, a szórakozásainkat azzal, hogy egy másik emberre is fókuszáljunk. És ehhez neked döntéseket kell meghozni. Tehát itt ez azt is mutathatja, hogy még nem igazán túl határozott benne az a döntés, még nem hoztad meg teljes határozottsága, hogy neked pedig kell egy párkapcsolat. És ebben az esetben is akkor azt érdemes megnézni, hogy mi az, amit ennek érdekében fel kellene adnod. Egyértelmű, hogy itt a szabadság kérdése is felmerül, és mi az, aminek igazából tudnál örülni, és azért a váratlan öröm arra is utal, hogy ha ezeket a dolgokat te meg tudod nézni, akkor teljesen váratlanul is ott lehet előtted a lehetősége egy kapcsolatnak. És ez még ugye a fordulópontot, az útelágazást is jelenti ez a kártya, tehát ténylegesen a te kezedben van az irányítás, és ténylegesen az az első, hogy magadban néz, őszintén mérlegeld, ezt a helyzetet, és azután hozd meg a végleges döntésedet, hogy mit szeretnél és hogyan szeretnéd élni az életed. És persze akkor teljesen váratlan módon is megérkezhet a szerelem az életedbe. Ez volt a harmadik kártyacsomag. Nektek is minden jót kívánok, ahhoz, hogy a lehető legjobban alakuljon minden. Hát ez volt a. Három kihúzott kártyacsomag. Remélem, hogy tudott mindenkinek segíteni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az eddigi és a további figyelmeteket is, és csoda szép napot kívánok nektek!